Ugye van egy ilyen mondás, hogy a tetovált nők és a fülbevalós férfiak korszakát éljük. Ami igaz, tehát szerintem nagyon sok keveredés van a férfi és a női szerepek között, amiben vannak nagyon jó dolgok, meg vannak nagyon rosszak is. De ez az, hogy egy férfi főz, vagy az, hogyha játszik a gyerekkel, az mind jó. Az, hogyha lehet vele beszélgetni érzelmi vagy lelki dolgokról, az jó. Az, hogy a férfi döntésképtelen lesz, és a nő kezd el dönteni helyette, az, hogyha nem képes megvédeni a nőt, vagy gondoskodni róla, az szerintem megint nem jó. Tehát, hogy valahogy a férfinak azért meg kell maradnia erősnek, meg határozottnak, és egész egyszerűen a praktikus dolgokat a férfinak kell elintézni. Tehát, hogy konkrétan a szemetet a férfi viszi le, az autót a férfi szereli, a bútort a férfi szereli össze, amik mondjuk az én esetemben ez gyakorlatilag egy ilyen félnapos tragi. Tehát, hogy egy sima ilyen, ezt a klasszik svéd bútort én nem tudom összerakni. Tehát, hogy ez nekem bonyolult, egy asztalt meg egyébként, ez nekem sok. De például főzni azt nagyon szeretek, és azt én nagyon szívesen vállalom is magamra. De legjobb azért az, amikor összejövünk így haverokkal, és akkor úgy főzünk, hogy a srácok vannak a konyhában, csajok dumálnak, és akkor mi megdumáljuk, hogy ki mit főzött, most éppen mit csinál, és ezek tök jó esték szoktak lenni.